Budapestet meg lehet és meg is kell nyerni 2024-ben, erről Kubatov Gábor beszélt az Indexnek. A Fidesz alelnöke és pártigazgatója szerint Karácsony Gergely kezéből kicsúszott a főváros. Kubatov Gábor úgy véli, hogy még Demszky Gábor sem okozott annyi kárt a fővárosnak, mint a mostani főpolgármester, ami a Fidesz pártigazgatója szerint, idézem, lustaságából, teszetoszaságából és döntésképtelenségéből fakad. Kubatov szerint a budapestiek többsége sem elégedett Karácsony Gergellyel, és reális esély van arra, hogy a kormánypártok visszaszerezzék tőle a főpolgármesteri széket. Kubatov Gábor azt mondta, legalább 8 embert tud, aki megfelelő kihívó lenne, meg ugyanakkor senkit nem nevezett. Lehet, hogy érdemes az Indexes interjú mellé raknunk a Telexnek egy friss összeállítását, és akkor úgy a kincstári optimizmus és a valóság között úgy egy jobb nyomvonalon haladunk, mert hogy a Telexnek bár magukat megnevező fideszes források nyilatkoztak, de azt mondják, hogy valójában nincs meg az, a 8-ból egy sem. Mert hogy ugye se Fűrjes Balázs, se Vitézi Dávid, sőt, itt a források azt mondják, hogy már Szentkirályi Alexandra indulására is igen kevés az esély, és még ez a Gödi modell, hogy sportolót indítsanak függetlenként, de Fidesz támogatottsággal, ez sem tűnik túlságosan járható útnak. Vajon mit vethet be a Fidesz, és maximálisan mit érhet el? Tehát, hogy lehet, hogy tényleg van egy olyan meglepetés ember, aki... Hát akkor befuthat. Tudnánk róla, vagy legalábbis ismernénk, vagy legalábbis egy pár szó már megjelent volna egy ilyen meglepetés ember egyedül szerintem Tarlós István lehetne, aki azért mégiscsak sokáig vezette a fővárost, és jól vezette, meg kell mondanom őszintén, legalábbis szerintem. Én úgy tudom, hogy nyugdíjba ment, és nem fog indulni. Kubatov Gábor is így tudja, igen. Ennek helyettese volt különben, jól emlékszem, a szóvivő asszony Szentkirály Alexandra, tehát volt ő polgármester helyettes. Én komolytalannak tartom, és egyet hagyj jegyezzek meg, én mindig jogászi szemmel, sőt büntető jogászi szemmel, jelzőket nem teszünk, tehát teszefosza. Ez egy büntethető kategória, ez egy olyan jelző, ami bántó. Akár a személyiségjogot is érhet. A mai világban a teszetosszájér valaki pereskedhetne. Nyugodtan, tehát olyan negatív értékítéletet tartalmaz, ami akár jogkövetkezményt mondhat maga után, majd másod fog, másképp dönt meg. Jó, közszereplő, én már láttam ilyen pert, jelzőket nem használunk. Ebben az ügyben is szerintem nem lehet volna szabad ilyen pejoratív jelzőket. Lehet mondani, hogy az autósok szidják, de az, hogy teszetosza és lusta, hát ezt én teljesen megalapozatlannak tartom. Hozzáteszem, nem védem a mostani polgármestert, mert autósként néha én is szenvedek a különféle zöld oszlopok miatt. Hát tulajdonképpen van is ebben ellentmondás, ugye ezekben a jelző szerkezetekben, mert hogyha ha lustasággal vádolja, akkor tulajdonképpen akkor nem csinált volna semmit. De éppen azt kifogásolja, amit csinált. Most akkor el kéne dönteni, hogy lusta, vagy nem, vagy buta és szorgalmas, tehát mindig szoktunk ilyen kategóriákat tenni, ugye tudjuk jó, hogy a buta és szorgalmas a legrosszabb, mert az nem elég, hogy rosszat csinál, de sokat belőle. Hát ha lusta lenne a Karácsony Gergely, akkor nem történtek volna meg ezek a változások, és nyilván ki érmérséklete szerint tudja értékelni. Nekem is van olyan, amikor áldogálok éppen a körúton, hogy hát bizony azt mondom, hogy és közben mellettem üres a biciklisáv, hogy nem biztos, hogy így kellett volna ezt megoldani, de az, hogy kihullott volna a kezéből a főváros, ezt erre szerintem biztos, hogy nem. Tehát éppen abból látszik, hogy valósították meg azokat a dolgokat, amelyek van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, de megvalósítottak egy csomó új dolgot. Tehát nem hullott ki a kezéből, sokkal kevésbé, mint ahogy a kormánynak látszik, hogy kihullott a kezéből jelenleg a kormányrúd. Hát ez csak a szokásos propaganda szöveg. Tesztelgetnek, most éppen a Kubatovot bízták meg azzal, hogy dobja be a témát, nyilván nem véletlenül őt, és nem egy olyan személyt, aki esetleg még lehetne is valamilyen jelölt. Én sokkal inkább gondolnék a főváros jelenlegi, vagy volt más polgármestereire is, már a Fidesz oldaláról. Tehát ha valakit el tudok képzelni, akkor könnyen lehet, hogy egy olyan polgármester, aki aránylag elfogadható munkát végzett az elmúlt időben, vagy akár most is még fideszes polgármester. Tehát szerintem inkább ők közülük fognak válogatni. Mondjuk egy Pokorni?
Hát, azt nem tudom, hogy arra most nem tudok megmondani. Akár ő is fölmerülhet, de nem csak ő az egyetlen polgármester a fővárosban, hanem vannak most is olyanok, akik voltak polgármesterek, és ott vannak a közgyűlésben. Tehát vannak emberek, most lehet, hogy éppen azért mondta, hogy 8, mert nem tudom hány ilyen van pontosan, hány volt és jelenleg épp polgármester, aki esetleg még főpolgármesterként is indítható lenne. De én ezt tartom a legvalószínűbbnek. Erről, hogy néha az egy, az több, mint a 8. Ad hozzak egy orvosi példát az ortopédia könyvünkbe. Le volt írva, hogy hát ennek a válficamnak 4 műtéti megoldása van. Ebből az is következik, hogy egyik sem optimális. Így van. Tehát 8 jelölt van, akkor valójában nincs jelölt. Mi mindig a főpolgármesterről beszélünk, ha Budapest, de most itt ebben az interjúban ez lehetőséget ad arra is, hogy úgy általában az ellenzék budapesti teljesítményéről beszéljünk, és itt azért felmerül 2 kerület, ahol nem csak az interjúban, hanem a telexes háttéranyagban is az van, hogy ott azért nem áll jól az ellenzék, és ugye ez a Vár, és a 7. kerület is elveszíthető. Csepel, az megint egy érdekes helyzet, mert ott meg fideszes belviszály miatt. Hát fura a helyzet, bár ugye ott a polgármester állítólag nem veszítette el a Fidesz kegyeit, annak ellenére, hogy ugye Németh Szilárdra finoman szólva nincsenek jobban. Szóval, hogy milyen az ellenzéki teljesítmény a kerületekben, mi múlik az, hogy valaki friss polgármesterként jó ciklus tud-e a háta mögött, vagy nem? Na, sokszor a testület összetételén. Testületen? Rutinos, igen, mert ebből a szempontból, tehát önmagában persze mindenki azt hiszi, hogy a polgármester mindenható, de a polgármester akkor tud jól működni, hogyha a mellette levő testületet tudja támogatni, és hogyha a mögötte lévő nem elég stabil ellenzéki háttér, ami még ráadásul bomlik is időnként, mert azért annak vagyunk tanúi, labilissá teszi az ő működését, akkor sokkal, de sokkal több egyeztetést kell neki ahhoz végezni, hogy keresztül vigye az akaratát ahhozokhoz képest, ahol meg mondjuk teljes többség van, és könnyedén viszik a dolgokat. Tehát az, hogy egy polgármester mennyire tud hatékony lenni, vagy mennyire nem, és akkor ilyen értemben, 2 egymás mellett itt mondjuk a 6. kerületet meg a 7. kerületet összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a 6. kerületben könnyedén tud a Soproni Tamás működni, hiszen megvan egy nagyon kényelmes és stabil többsége, míg a 7. kerületben a Niedermüller Péternek azért vannak. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy még a szerencsétlen kijelentései ellenére is, hogy azért nehéz lesz őt ott megverni, hiszen nem történtek olyan komoly rossz dolgok a 7. kerületben. Ez érdekes, amit mondasz, meg ugye nyilván ez a buli negyed, kultúrnegyed, ez egy nehéz helyzet eleve, de hogy ez, hogy a polgármester hanyár mögötte egy stabil és egyébként számára szimpatikus többség legyen, ez abszolút nem szempont nyilván, amikor a millió ellenzéki párt összesakkozza azt, hogy ki, hol, hogyan lehet befutó, mert valójában azért. Ez pedig kellene, és mondani is kellene az embereknek, tehát hogy értsék, hogy egy polgármester félkarú óriás, hogyha nincs mögötte egy stabil, jó testület. Nem általánosítanám ennyire a dolgot, mert ez azon is múlik, hogy az ott beválasztott akár ellenzéki képviselők mennyire hajlandóak a önkormányzati ügyekben, amik ugye nem a nagy politikai ügyeit érintik, mennyire hajlandóak együttműködők lenni. Én most nem emlékszem pontosan például a 2. kerület összetételére, de nagyon jól megy a dolog, és nagyon jól kommunikál a polgármester, rengeteg dolog, apróságok sokszor, egy-egy virágosítás, egy-egy útjavítás, ezek mind-mind rendkívül fontosak a helyeknek. Ki szállt a nagypolitikából, meg gondolkodik. Vagy posta visszaszerzése, mert a Török utcai például. Azt is megoldotta, így van. Ha megengedi, a szerkesztő azt kérdezte, hogy az ellenzék szerepe. Hát az ellenzék szerepe szerint, véleményem szerint, bár inkább országosan értékelem, katasztrofális, tehát még a Budapesten is bizonyos kerületekben jól működik az ellenzék, például a Pokorny úrnak a kerületében legjobb a kétfarkú kutyapárt, aki szenzációsan kommunikál szerintem. Tehát az ellenzék szerepe először is nincs koordinálva, gyenge,
alkalmatlan emberekkel van tele, tehát én olyan nagy jövőt az ellenzéknek nem látom. Azt, hogy a kommunikációval és antifideszes propagandával, mert szerintem a legtöbb párt ma Magyarországon a protestpárt lenne, mert hogyha aki csak azért, hogy ne, az egy nagyon nagy tömeg lenne, tehát ha egy protest szavazatokkal lehet ezt elérni, csak úgy látom az ellenzéknek bizonyos fokú sikerének a lehetőségét. Ezt a témát folytatjuk, jó, és akkor veled folytatjuk, jó, megígérem, és hogy a két farkunk mennyire sikeresek és jól kommunikálnak, az nem csak a második kerületben, hanem egyébként országosan is tetten érhető, és ezzel megyünk tovább, mert ugye a Republikon Fish felmérése már parlamenti küszöb fölé méri például a két farkunkat, hát sokakat meg parlamenti küszöb alá. Mindjárt mutatjuk a részleteket egy reklám után.